Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyi édesatyánk a Krisztus Jézusban. Hódolattal és alázattal állunk meg a te színed előtt, hogy megköszönjük neked irántunk tanúsított kegyelmedet, irgalmadat és mélységes szeretetedet. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket mostani alkalommal is a te igéd köré, hogy abból meghalljuk és megértsük a te üzenetedet. Köszönjük neked a kegyelmi időt, melyben élhetünk. Köszönjük, hogy szívünket valóban betöltheti a várakozás, melyben nem csak a karácsony várása van, hanem megváltunk visszaérkezésének, visszajövetelének a várása is. Adj nekünk bölcs szívet, hogy úgy tudjuk számlálni napjainkat, azzal a tudattal, hogy a mi megváltó Krisztusunk bármelyik napon visszaérkezhet. Nem tudjuk, hogy melyik az a nap, amikor mi meg kell álljunk ő előtte. Épp ezért segíts bennünket, hogy a földi életnek gondjai és terhei alatt ne törjön össze a mi hitünk. Nem újjék el a mi szeretetünk, hanem legyen bennünk mindig ott a reménység, a békességre való törekvés, legyen bennünk ott, ami életünkben, szívünkben és lelkünkben a te imádásod és fele barátunk szeretése. Készíts bennünket a te igédnek meghallására, megértésére. Nyújts számunkra vigasztalást, nyújts számunkra erőt, nyisd meg a mi értelmünket és fülünket, lelkünket, szívünket, hogy meghalljunk téged. Akadozó emberi szavakon keresztül a te üzeneted érkezzen el minden szív mélyére, minden hajlékba. Várunk téged. Amen. Jézus az Úr, az Úr, a nagy nevet, Úr,
Köszönjük szépen. Keresztény testvéreim, Istennek szent igéje, mely által keresi az Úr a mi szívünket, írva található az Ézsaiás próféta könyve 40. részének a 10. versében, a 10. vers első felében. Hallgassuk meg alázattal és figyelemmel. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Csodálatos dolog az, keresztény testvéreim, amikor az ember megbízatást kap az Úrtól. Legyen gyermek, ifjú, idős, legyen lelkész, presbiter vagy gondnok, édesapa vagy édesanya, megbízatást mindannyian kapunk a kegyelem Istenétől. És ez csodálatos dolog. Igaz, hogy ez a megbízatás sokszor nehéz. Sokféle kihívással kell nekünk megbirkózni. Sok helyre küld bennünket a megbízónk, a szerető atya. De akkor lehet boldog az ember, ha e megbízatásnak eleget tesz. Ha hű szívvel, őszintén és alázattal a magunk helyén tudjuk őt szolgálni. Ézsaiás próféta is megbízatást kapott az Istentől. Szomorú dolgot kellett hirdetnie. A fogságra, annak a mélységes állapotára kellett rávilágítania. El kellett mondja a népnek, hogy a hűtlenségük miatt, bűneik sokasága miatt fogságra adatnak. Több évtizedes fogságra, ami nagyon nagy veszéllyel járt, hiszen idegen környezetben, más ajkú nép között könnyen megtörténik az, hogy az ember beolvad, elfelejti nyelvét, hitét, vallását, Istenéhez való ragaszkodását. Ézsaiás próféta könyvének a 39. részéig, annak a legutolsó verséig, a prófétának ezt kell hirdetnie. Ez az ő megbízatása, ez az ő küldetése. Ha tetszett neki, ha nem, neki a nép között ezt hirdetnie kellett. Viszont a 40. fejezettől kezdődően, azon igéktől kezdődően, melyet most hallottunk, az idős próféta, körülbelül 69 esztendős próféta egy új megbízatást kap. Idős korában más dolgot kell hirdetnie. És ez a más hirdetés, a vigasztalás, az Úrnak jövetele, az Isten szabadítása volt. Biztos vagyok benne, hogy bár idős
kora miatt, és a sok szenvedés miatt, melyet az idáig megélt, örömmel hirdette mindazt, amit az Úristen most reája bíz. Örömmel hirdeti a vigasztalást, a szabadítást. Örömmel hirdeti azt, hogy valaki jön, valaki érkezni fog. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, s hirdessétek neki, hogy letelt rabsága. Megbocsáttattak az ő bűnei. Olyan emberekhez szól ez az üzenet, akiknek a világa darabokra tört. Akik már nem elégedtek meg olcsó vigasztalással. Akik számára valóságon kell alapulnia a vigasztaló üzenetnek. És ez a vigasztaló üzenet szól most hozzánk is. Advent időben, várakozás időben élő emberekhez. És olyanokhoz szól, akiknek talán a világa darabokra törettetett. Olyanokhoz szól, akik érzik testük gyengeségét, akik érzik lelküknek hiányosságait. Olyanokhoz szól ez a vigasztaló üzenet, akik sok mindenen mentek már keresztül. Akik talán sokszor kellett megálljanak koporsók mellett. Akik talán sokszor ott álltak a beteg ágyak mellett, próbálva segítséget nyújtani, de érezve az ember erejének végességét. Olyan emberekhez szól ez a vigasztaló üzenet a mai világban is, akik aggódva tekintenek a jövő felé, akik megélhetési gondokkal küszködnek, akik féltik nem csak önmagukat, de szeretteiket, gyermekeiket, unokáikat, vajon mi lesz velük, mi lesz belőlük? Beolvadnak? Vagy megmaradnak az igaz hitben? Megmaradnak az élő Isten közelében? Sokszor széttöredezik a mi életünk, családi életünk, közösségi életünk. Ezekben az állapotokban jó nekünk meghallani Ézsaiás prófétán keresztül az Úristen vigasztaló szavát, aki bátorít és buzdít. Mindazokat, akikre rábízta az igét, az igének továbbadását. És ismételten mondom, legyenek azok ifjak, legyenek azok lelkészek, legyenek azok presbiterek, gondnokok, családapák vagy családanyák. Ezt kell bele kiáltanunk, és belevigyük a mai világba. A vigasztalásnak a szavát. És miben áll ez a vigasztalás? Ézsaiás próféta ezt is elmondja. A vigasztaló üzenetnek a lényege abban áll, hogy Isten a szövetséget, melyet egykoron kötött az ő népével, s velünk új szövetségi néppel a Krisztus által, azt a szövetséget megújítja. Annak a szövetségnek nincs vége, az a szövetség nem járt le. Azt a vigasztalást kell bele kiáltani ebbe a világba, hogy Isten nem közömbös az emberek iránt. Hogy lenne közömbös irántunk, mikor az ő egyszülött fiát adta értünk? Hogy mindazok, akik ő benne hiszünk, ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. Azt a vigasztaló üzenetet kell nekünk vigyük családi hajlékokba és minden emberi szívbe, hogy van egy szerető atyánk, aki visszavár bennünket, még akkor is, ha sokszor tékozló fiakként élünk. Még akkor is, ha sokszor hűtlenül elhagyjuk az atyai házat, az ő szeretetét, és elmegyünk a magunk elképzelése is, a magunk feje után. Ezt a vigasztaló üzenetet kell nekünk
karácsony előtt, de karácsonykor is és azután is, belelopni az emberek életébe és szívébe. Mindazoknak szívébe, akik összetörettettek, akik oly sok terhet hordoztak és hordoznak a mai napon is. Jó hír mindez. Proféta bizonyára örömmel hirdette, megbocsáttattak a ti bűneitek. Lelkészi szolgálatom talán legfelemelőbb pillanata az, amikor úrvacsora osztás előtt alázatos, bűnvalló imádság elmondása után hirdetem és hirdetjük az örök életet és a bűnöknek bocsánatát. Nem mi bocsátjuk meg a bűnöket. A kegyelmes Isten az, aki fia a Krisztus érdeméért bűnbocsánatot ad. Csodálatos érzés hirdetni, és csodálatos érzés meghallani azt. S karácsony előtt egy pár nappal, úrvacsora osztásra, vételre készülődve, figyeljünk erre is oda. És éljük át, áhítattal mindazt, amikor meghalljuk, hogy hirdettetik néktek a ti bűneitek bocsánata és az örök élet. Ezt a jó hírt kell a prófétának, az idős prófétának, szinte 70 éves prófétának hirdetnie. Megbocsáttattak a mi bűneink, mert valaki megfizetett a mi bűneinkért. Mert valaki magára vállalta a fizetséget. Ami megváltó Krisztusunk, ami szabadító Krisztusunk. Egy csodálatos útról beszél a felolvasott ige. Az Úrnak útjáról, mely nem csak az Úrnak útja, hanem a nép útja is. Ezen szavakat átveszi keresztelő János is, kiáltó szó a pusztába. Aki hirdeti Ézsaiás szavain keresztül, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényét. Gyökösi Endre írja az egyik könyvében, hogy két adventi út van. Van egy nagy adventi út, és van egy kis adventi út. A nagy adventi út az, amelyet már megtett valaki. Hiszen a mennynek dicsőségéből eljött e földre Jézus Krisztus, hogy ő általa és rajta keresztül megismerjük az atyát. Hatalmas út volt ez. Fájdalmas út volt ez. De ő megtette ezt a hatalmas utat. Ez a nagy adventi út. És van egy kis adventi út is, melyet nekünk, személy szerint nekünk kell megtenni. Ami szívünktől elegészen Jézusig. Sokkal kisebb ez az út. De a mi várakozásunk, a mi váradalmunk csak akkor lesz teljes, ha ez a két út be lesz járva. A nagy adventi útat bejárta Jézus. A kis adventi útat nekünk kell bejárni. Nekünk kell megtenni. Várakozás időben, az advent időben, vajon hogyan járjuk ezt az utat? Hogyan készülünk a szeretet ünnepére? Hogyan készülünk, a keresztény ember hogyan készül Krisztus visszajövetelére? Tegnap előtt, délelőtt bejött valaki az irodába, és megkérdezte, elmondta, na tiszteletes úr, nem történt semmi.
És naivan megkérdeztem, miért, mi kellett volna történjen? Ismerjük talán, miről van szó. Maja naptár, világvége, ismerős. Beharangozták. És bár elmondjuk annyiszor és annyiszor, hogy a világvégét, az Úr visszajövetelét senki nem tudja. Sem a maják, sem a lelkészek, sem a püspökök, sem a pápa, senki nem tudja. Még az ég angyalai sem tudja. Egyedül az Atya tudja azt. Várakozás időben élünk. Adventben. De hogyan készülünk mindenre? Hogyan készülünk a szeretet ünnepére? És hogyan készülünk a ma nagy találkozásra? Külsőleg tudom azt, hogy minden ember készül. Bevásárlás, rohanás. Ebből áll mindannyiunknak karácsony előtti időszaka, napjai. De van időnk lélekben készülni? Van időnk elcsendesedni? Van-e időnk arra, hogy készítsük a mi kicsiny kis adventi utunkat, hogy egyenes úton, sima úton Jézus megérkezzen hozzánk? Hogy megérkezzen a mi lelkünkhöz, megérkezzen a mi hajlékunkba, és hozza magával a csodálatos szeretetét és békességét. Egyengessétek az ősvényét, készítsétek az ő útját, a halmokat, a hegyeket le kell rombolni, a völgyeket fel kell tölteni. Csodálatos kép ez, melyet használ a próféta, majd később Keresztelő János. Mert valóban a mi életünk tele van hullámvölgyel. Ott vannak a mi gőgjeinknek, becsvágyunknak a magaslatai, melyeket le kell rombolni. És ott vannak a mélységek az életünkben, a szakadékok, mely sokszor családtagokat választanak el egymástól. Mert lehet, hogy egymás mellett élünk, csak éppenséggel mélységes közöttünk a testi vagy lelki szakadék. Ahhoz, hogy a mi Urunk megérkezzen hozzánk, valóban minden magaslatnak, gőgnek, büszkeségnek a magaslata le kell rombolódjon. És minden mélységnek, szeretetlenség mélységének, hitetlenség mélységeinek fel kell töltődnie, hogy eljöjjön, hogy megérkezzen hozzánk a várva várt messiás. Jön, közeledik, érkezik hozzánk Jézus. És ez az út, ez nem csak az Úrnak útja, a népnek az útja is. Csodálatos az utolsó vers, s amelyről az ifjak is énekeltek, mert úgy érkezik a megváltó, mint pásztor, és emlékszünk és tudjuk azt, ahogyan Jézus önmagára azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, szeliden terelgeti őket, gondot visel rájuk is, gondot visel rejánk, mert ő a jó pásztor. Érezzük-e a mi megváltónknak ezt a gondviselő szeretetét? És el tudjuk-e mondani a Zsoltárossal együtt, Dáviddal együtt, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm? Sok nyomorúságunk van, sok terhünk van, súlyos kereszteket kell hordozzunk, de az, akinek pásztora az Úr, az nem szűkölködik. Mert az tudja, hogy van kegyelem és van irgalom. Mert az tudja, hogy van örök élet és bűnök bocsánata. Sok minden elmúlik e földi létben. Olyan az ember élete, mint a mezőnek füve és virága. Mulandóságot, romlandóságot mi magunk is érezzük és tapasztaljuk.
Különösen időskorban, mint amilyen Ézsaiás próféta is volt, érezzük és érzitek azt, hogy e földi világ mennyire változó és mennyire mulandó. Mert elmúlt az egészség, elmúlik a szépség, elmúlik az erő, sok minden elmúlik. Romlandó és mulandó világunkban sok minden tova tűnik, de van valami, ami megmarad. És erről a próféta így ír, hogy Isten igéje örök. Isten igéje maradandó. És valóban az ő igéje, az ő ígérete, az örök érvényű és maradandó. Ő szeret bennünket, és ő szeretettel közelít felénk. A nagy adventi utat megtette, csak arra vár, hogy mi is a még kicsiny kis utunkat megtegyük. Hogy boldog legyen a mi találkozásunk. És hadd emeljek ki még egy gondolatot felolvasott igéből, melyet alapigének választottam, ami nagyon hangsúlyos és nagyon fontos. Mert bele kell kiáltani és bele kell vinni az emberi szívekbe és lelkekbe a vigasztalást. Bele kell vinni azt a nagy örömet, hogy van bűnbocsánat, és hogy érkezik és jön, ami megváltunk. De nagyon szükséges az, hogy legyen személyes bizonyságtevés. A jó hírnek a hirdetésében a gondolatmenet egy pillanatra megszakad a felolvasott igében, a 10. versben, amikor maga a próféta már nem általánosságban beszél, hanem önmagáról beszél, bizonyságot tesz, mert azt mondja, az én Uram, az Úr jön hatalommal. Személyes hitvallás ez. Az én Uram jön. Nem másnak az Ura, az én Uram. És ez kell nekünk ott legyen a mi életünkben, ez a személyes bizonyságtevés. Valóban így kell nekünk látni a mi Urunknak jövetelét és érkezését. Jön és érkezik. Az én Uram, akivel személyes kapcsolatom van. Advent időben, karácsonyra készülve, vajon mindezt bele tudjuk-e kiáltani a világba? A mi feladatunk az, hogy ezt megpróbáljuk. Profétának is a feladata az volt, hogy akár az ítéletet, akár a fogságot, akár a jó hírt belekiáltsa a népnek az életébe. Más kérdés az, hogy ezt a kiáltó szót hogyan fogadják az emberek. Más kérdés az, hogy sok mélységben, nyomorúságban lévő ember hogyan fogadja az Úrnak csodálatos szavát és üzenetét. A mi feladatunk annyi, hogy kiáltsunk. Hogy belevigyük az ember életekbe Isten csodálatos szeretetét, melyet megérezhetünk, megtapasztalhatunk. Nem csak karácsonykor, hanem minden egyes napon. Kegyelem Istene így adjon mindannyiotok számára áldott várakozást, áldott adventi időt, így adjon mindannyiotok életébe személyes bizonyságtevést, hogy tudjátok minden nap elmondani, jön az én Uram, jön hatalommal, karja uralkodik, uralkodik fölöttem is. Nem a sátán és nem a bűnök uralkodnak fölöttem, hanem az érkező Úr, az én Uram. Így legyen nekünk, mindannyiunknak áldott békés ünnepünk, és így kísérjen földi életünkön keresztül, de utána mennek dicsőségében is, kísérjen végig az Úristen áldása és Istennek szeretete. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, a vigasztaló szót. Köszönjük a bátorítást, a megbízatást, a küldetést. Köszönjük, hogy bennünket használsz fel arra, hogy mélységben lévő emberekhez, vagy épp dicsőségük magaslatán lévőkhöz vigyük el a te szavadat, mely mindörökké ugyanaz marad, mely nem változik, mely örök érvényű. Jó nekünk megérezni a te áldó szeretetedet. Jó nekünk meglátni feladatunkat. Hogyan kell készüljünk, nem csak külsőleg, hanem főleg lelkiekben, a Krisztus várásra. Te töltsd be bennünket a te szent lelkeddel, hogy legyen személyes bizonyságtevés a mi életünk. Hogy ne szégyeljük az evangéliumot hirdetni, alkalmas vagy alkalmatlan időben, hanem tudjuk elmondani, jön az én Uram, az én megváltóm. Ajándékozz meg bennünket az igaz hittel, alázatos lélekkel. Ajándékozz meg bennünket reménységgel, szeretettel, mert mindenre nagyon nagy szükségünk van. Meggyötört emberi életünk, mely sok sebből vérzik, ellankadt hitéletünk várja a te érkezésedet, várja a vigasztaló szót és üzenetet. És köszönjük, hogy te ezt nyújtod és kínálod számunkra. Istenünk, jó atyánk, imádkozunk te hozzád egy gyülekezetért, egy gyülekezet előjáróért, lelkészért, családjáért. Imádkozunk a presbitériumért, a presbiterekért. Töltsd be az ő szívüket szent lélekkel, hogy hűséggel tudják a te üdvözítő kegyelmedet hirdetni. Te áld meg a gyermekeket, az ifjakat, az ő szolgálatukat, bizonyságtevésüket. Te áld meg a családokat, szülőket, nagyszülőket. A te áldásod kísérjen végig bennünket. Legyen ott érezhető mód minden nap az életünkben. Hisszük, hogy ez így lesz. Hisszük, hogy te jó pásztorként gondot viselsz rejánk. Urunk Istenünk, légy kegyelmes hozzánk. Te légy mindenkor a gyászolókkal, a betegekkel, a betegágy mellett lévőknek, te adj mindenkor erőt és kitartást, a csüggedőnek te adj erőt. Te emeld fel őket a mélységekből, a szakadékokból, hogy meglássák a te szabadításod útvonalát. És add, Urunk, hogy minden nap törekedjünk arra, hogy utat készítsünk neked, hogy megérkezhess hozzánk hatalommal, erős kézzel, hozva a kegyelmet, az irgalmat, a bűnöknek bocsánatát. Így áld meg adventi időnket, és így áld meg karácsonyunkat, de mindenkori rejád való odafigyelésünket. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket, most és minden időkben. Amen. Érte keresztény testvéreim, imádkozzuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozást a gyülekezet figyelmébe ajánlom, tudván azt, hogy a jókedv adakozót szereti, és megáldja Isten. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcát, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az orcát, kegyelmesen terejád, és adjon békességet néked. Amen. Ma nem egy 70 éves Ézsaiást kaptunk, valamivel fiatalabbat.
És örülünk, hogy ezt a drága kegyelmi üzenetet hozta el közénk, hogy van szabadulás, hogy van megváltás, és köszönjük az Úrnak, hogy útegyengető volt ma közöttünk, és nagyon-nagyon megfontolandó az, amit hallottunk, hogy nekünk is ugyanígy útegyengetőknek kell lennünk, előbb a magunk életében kellene, hogy kiegyenesedjenek a dolgok, és elhárulni a minden akadálynak, hogy aztán valóban fogadhassuk a királyt, akinek a vállán van az uralom. Én nagyon-nagyon szeretném azt látni itt ebben a közösségben, és azt tapasztalni ezen a karácsonyon, hogy valóban Jézus uralkodik a szívünkben. És hogy azt a kicsinke, rövid adventi utat a szívünktől a királyig, Jézusig, mi is mindannyian tegyük meg. Legyünk nagyon nyitottak ő előtte. Köszönjük Esperes úrnak a szolgálatát, és nagyon nagy szeretettel gondolunk mi is a székelyhídi közösségre, és imádkozunk azért, hogy az ottani ünneplés is nagyon gazdagon megáldott legyen. Hálásak vagyunk azért, hogy időt szakított arra, hogy az adventi ünneplésünkben velünk legyen. Örülünk nektek is, drága testvérek. A hirdetések rendjén hadd mondjam azt el, hogy délután Isten tiszteletünk kihelyezett Isten tisztelet lesz, vagyis nem itt lesz, hanem ott Margitán, ahol a karácsonyi koncertünk lesz a fiatalokkal. Szeretettel hívunk és várunk benneteket erre az alkalomra is. Ez délután 6 órától kezdődik majd a margitai templomban. Ha tudtok, gyertek el, ha nem tudnátok eljönni, akkor pedig imádkozzatok ezért a szolgálatért, és hadd kívánjam azt, hogy legyen egy áldott időtök ebben a vasárnapban, és készüljünk mindannyian a karácsonynak a fogadására, hiszen holnap már Isten kegyelméből, ha megérjük, ugye a maják ránk ijesztettek, de ezt megúsztuk, és ha megérjük, akkor, mert hogy az Úr nekünk kegyelmet ad, akkor együtt lehetünk holnap este 6 órától, tehát 6-kor kezdődik az együttlétünk, ahol a gyerekeink, az ifjaink műsoros összeállítása készültek az ünnep fogadására. Kérünk benneteket, hogy imádkozzatok a legátus testvérünkért, Krisztiánért, aki gondolom már nagy izgalommal készül ezekre a szolgálatokra. Hát nagyon nagy szüksége van neki is arra, hogy a hegyek és halmok egyenessé váljanak, úgyhogy mindannyiunknak, amikor oda felmegyünk a szószékre és szolgálunk, tehát kérlek benneteket, hogy hordozzátok őt imáitokban, hogy megáldja az Úr az ő szolgálatait is. Valamit még kellett volna hirdessek. Köszönöm szépen, igen, a kalendáriumokat kellett volna hirdessem, és hirdettem is, hogy van könyvnaptárunk, 10 darab talán, tehát csak azért mondom, hogy ha nagy tülekedés volna, akkor tudjátok, hogy csak 10 darab van belőle, és 15 leért áruljuk. Hogyha valakinek kellene még fali naptár, tehát szeretne valakinek vásárolni, vagy ajándékozni, akkor jó volna jelezni ezt mondjuk a főgondnok úrnak, hogy van igény rá, mert akkor mi ezt az igényt feljegyezzük, és hát ugye egyébként ajándékba kaptátok a fali naptárakat, de azon túl, ami még igénylés, azt 5 leért tudjuk, ugye? Ha jól tudom, akkor 5 leért tudjuk honorálni, tehát erről tudjatok. Az Isten áldása legyen az életünkön. Záró éneket fogunk énekelni. A fiataloknak van még egy elkészített éneke. Ezt fogjuk együtt énekelni velük. Igen, az adakozást is hirdette az Esperes úr. Én annyival egészíteném ki, hogy tudjatok arról, hogy az ünnepen minden perselyes adományunkkal a
legátus testvérünket, gyülekezetünk teológusát szeretnénk támogatni az ő tanulmányaiban, tehát mindenki úgy készítsen persejpénzt, és úgy jöjjön az alkalmakra, hogy ezt tudja. Thank you.